A szellemi intelligencia, amit ennek hányadosával, ugye az IQ hányadossal szoktunk jelölni, jellemzően elvileg azt mutatja meg, hogy a saját korcsoportunkban milyenek is a szellemi képességeink. De vajon miként mérhető az IQ? Annyiféle teszt létezik ugye a világban, melyik az, amelyik tényleg működhet, és mit kezdjünk a kapott értékkel? Nagy Lantos Balázs, a Mensa Hungarica elnöke a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Tényleg ugye mindennapokban használjuk ezt, hogy az IQ-ja ennek vagy annak ilyen meg olyan. Mit jelent az IQ pontosan? Az IQ az intelligencia hányados kifejezés rövidítése, de tudni kell, hogy a hányados szónak valójában csak a gyerek IQ esetében van értelme. A felnőtt IQ-t másképp mérjük, ott csak hagyományból hívják IQ-nak. Sokféle definíciója van, tényleg talán a leggyakoribb azt szokták mondani, hogy a probléma megoldó képesség, de igazából ennek is sok fajtája van, amit leginkább szoktak mérni az IQ-tesztek, és azt szokták tartani, hogy a különféle speciális IQ-k leginkább azzal korrelálnak. Ezt úgy hívják a pszichológusok, hogy fluid intelligencia, ami valójában annak a képességnek a jellemzője, hogy mit kezdünk egy olyan helyzetben, amivel még soha nem találkoztunk. És ennek megfelelően ugye különböző tesztek vannak, emlékszem, nekünk is a középiskolában kellett rakosgatni ilyen, nem tudom, piros háromszögeket, meg ábrát alkotni, de hát ugye ahány gyerek, annyiféle és annyiféle képesség, ki ebben jó, ki abban. Szóval lehet egyáltalán ezt racionális módon összehasonlítani, vagy mérni, hogy ki miben tudós? Azért szokták éppen ezt a fluid intelligenciát mérni, mert azt tartják, hogy ez az, ami mindenfajta speciális intelligenciához egy nagyon fontos tulajdonság, ez az, ami mindegyikkel összefügg. De persze ettől függetlenül érdemes mérni speciális képességeket. A Mensa Hungarica is például fejleszt most egy IQ-tesztet, aminél úgy nézett ki a dolog, hogy első szinten a fluid intelligencia mérésére csináltunk egy tesztet, de a második lépésben csinálunk kifejezetten verbális intelligencia mérésre, ami már egy speciális intelligencia. És akkor valóban számszerűsíthető? Tehát van értelme annak, hogy számokkal jelöljük mondjuk a gyerekeknél? Hát valahogy ki kell fejezzük a dolgot. A gyerekeknél konkrétan arról szól a dolog, úgy találta ki egy Alfred Binet nevű francia pszichológus bő 100 évvel ezelőtt, hogy egy úgynevezett mentális kort állapít meg, hogy a gyerek szellemileg, igen, hány éves életkornak felel meg, és maga a gyerek IQ-nak az lett a definíciója akkor, hogy a mentális kor per a valós kor, és ezt még százzal megszorozták, hogy ne kelljen törtekkel dolgozni. A magas IQ-jú gyerekekből feltétlenül zseni válhat, vagy nagyon sok múlik mondjuk a szerzett tudáson a későbbiekben? Ez két külön dolog. A szerzett tudás az igazából az IQ-nak nem része, más környezeti hatások viszont számíthatnak az IQ szempontjából, de attól, hogy egy gyereknek magas az IQ-ja, attól még csak annyit tudunk mondani, hogy akkor, abban az életkorban megelőzte ezen a téren jelentősen az életkorát. De ez, mivel a gyerekek fejlődési üteme eltérő, ez igazából nagyon sokat nem jelent abból a szempontból, hogy felnőtt korban is ő mindenképpen intelligensebb lesz, mint mások. Felnőtt korban viszont az IQ az már az egyik legállandóbb emberi tulajdonság. És mit kezdjünk vele, hogyha megvan ez az adat? Akár mondjuk felnőtt korban. Értem, hogy ez most másképp működik, mint a gyermekkori felmérés. Van például olyan szakma, aminél nagyon fontos lehet, hogy ezt előzetesen mérjék, megállapítsák pontosan? Ahol ennek hagyománya van, ott azt gondolják, hogy minden szakmában ez fontos lehet. Nem mindig előny, tehát például olyan szakmákban, ahol a monotónia tűrés az egy fontos dolog, ott kifejezetten nem számít előnynek a magas intelligencia, azt tartják, hogy az intelligens embereknek rosszabb a monotónia tűrése. Tehát a repülőgép pilóta, akiről azt gondolnánk, hogy nagyon okosnak kell lennie, hiszen számolni is kell, ugye meg matekozni, ne legyen túl intelligens? Itt a legérdekesebb példa az konkrétan az amerikai bombázópilóták esetében van, ahol egy elég szűk határból választják intelligencia szempontból a bombázópilótákat. Azt tartják, hogy intelligensnek kell lennie ahhoz, hogy gyorsan tudjon reagálni, gyors legyen a helyzet felismerő képessége, de ha egy adott szint fölött van az intelligenciája, akkor viszont túl sokat kezd gondolkodni, mielőtt ledobja a bombát, értem, ami a munkáltató szempontjából nem számít. A szerzett tudást azért is pedzegettem az előbb, mert ugye az egyfajta agytorna, hogyha tanulunk valamit, és erről még az jutott eszembe, hogy vajon fejleszthető-e az IQ-nk, vagy az egy adott dolog és kész. Annyi amennyi. Az IQ szempontjából mindig számít kicsit, valamennyire számít a genetika, és valamennyire számít a környezet, és azt tartják, hogy minél kisebb korról beszélünk, annál nagyobb a környezet jelentősége, és az idő előre haladtával egyre kevesebbet számít már a környezeti hatás. Nagyon szépen köszönöm.